Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban. Ma egy olyan témával fogunk foglalkozni, amelyben azt szeretnénk bemutatni, hogy vajon milyen utat járnak be azok, akik valamilyen okból kifolyólag gyermekotthonban töltik gyermekéveiket, vagy éppen fiatalságukat, fiatal éveiket. Ennek nyilván több oka lehet. Ebben a témában segítségemre lesz mai vendégem Kalányos Tamás, aki 2003-ban döntött úgy, hogy az egyik Fejér megyei gyermekotthont választja, ezen belül Déget, a Dégi gyermekotthont. Köszöntelek, Tamás, a műsorunkban, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet, és itt vagy ma velünk. Tulajdonképpen mi késztet egy 20 éves fiatal fiút, mert akkor még fiúcska voltál, mondhatjuk, arra, hogy egy ilyen döntést meghoz, hogy oda szeretnél költözni, illetve otthonodul választottad a Dégi gyermekotthont. Igen, ezen én is gondolkodtam sokat, hogy miért jöhetett ez az én életembe, de azt kell, hogy mondjam, életem egyik legjobb döntése volt. Csodálatos, felszabadító és életem legjobb időszaka volt eddig, amit ugye annó a Dégi gyermekotthonban töltettem. Ugye nyilván ennek volt családi oka is, de inkább egy belső elhatározás. Valószínűleg az otthonról való menekvés, egy új élet kezdete, egy menedéket új remény. Menedéket jelentett számodra az otthon? Abszolút. Menedéket, biztonságot és szabadságot jelentett nekem. Ugye amikor annó mondták, hogy lakásotthon, meg nevelőotthon, ugye ez eléggé csúnyán, pejoratívan hangzik, és én is annó még gyerekfejjel azt hittem, hogy ilyen koncsos, fehér ruhás nénik fognak rohangálni nádpálcával, ahol elfenekelik a gyerekeket, hogyha nem lesznek jók. Hát nem erről volt szó. Nem erről volt szó, sőt nem erről van szó. Ugye tudni kell, hogy azért a 90-es évek közepétől ugye lakásotthonokba tagulódtak ki az annó kastélyotthonokban nevelkedő fiatalok. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy törekedtek arra, hogy családcentrikusabb nevelést kapjanak azok a gyermekek, akik önhibájukon kívül bekerülnek akár egy ilyen intézménybe. És törekedtek arra, hogy a családmodell valamelyest meglegyen. Például az, hogy a nevelők, az egyes nevelők közelebben vannak hozzánk, közel voltak hozzánk, szűk, maximum 12 fős csoportokban éltünk. És, mint említettem, életem legjobb időszaka volt ez. Hány évet töltöttél ott pontosan? Hát ezt most évekre visszamenőleg ki kellene számolni, ez így nehéz. Pontosan 17 éves koromban kerültem egyébként be. A 18. szülinapomat már ott töltöttem. Természetesen torta, meg minden, tehát szenzációs volt, és ugye amikor az ember már betölti a 18-at, utána utógondozotti állományba kerül, és olyan 22-23 éves koromig voltam utógondozott. A te történeted tulajdonképpen sikerrel, hát mondhatjuk, hogy zárult, nyilván még lesznek sikereid, de azt gondolom, hogy a te környezetedben is, illetve az otthonban volt vagy van arra példa a mai napig, hogy valaki a másik utat választja, nem a siker fele vezető utat. Mit tapasztaltál, hogy értette azt el, ahol ma vagy? Hú, hát ez egy nehéz és komplex kérdés, de abszolút gondolatra sarkal. Önmagam vizsgálata tekintetében is. Én azt gondolom, ez nem feltétlenül lakásotthon kérdése, hogy az ember milyen utat választ, hogy most a jó vagy a rossz útra tér-e, hanem az egy belső elhatározás, független attól, hogy hol él az ember, vagy milyen béklyókkal küzd, vagy milyen szabadság iránti vágya van, az rajtunk, embereken múlik, és mindannyiunkon múlik, hogy mely utat szeretnénk választani. Azt gondolom, nagyon fontos egy ember életében, hogy legyenek olyan modellek, legyenek olyan minták, akik segítik, terelik, példát mutathatnak, de igazából az embernek mindig önmagában kell bíznia. Ez az egyik legnehezebb, és én nem mondom azt, hogy kész vagyok, sőt, úton vagyok, de tudom, hogy honnan indultam, és tudom, hogy merre fele tartok. És merre tartasz most? Hát remélem, hogy egy Istennek tetsző és magamnak tetsző, kalandos, izgalmas életet élhetek. A kaland és izgalmat nem véletlenül használom. Minden jó és rossz dolgával, mélypontjával együtt, minden örömével és bánatával, mert én azt gondolom, hogy
Én roppant unatkoznék, amikor unalmas életem lenne. Igen, ezt egyébként az előbb említeni szerettem volna, hogy mindig van ötleted, mindig van valami a tarsolyodban. Most mi van a tarsolyodban? Mi az, amivel most nekiindulsz a nagyvilágnak? Ugye tudjuk, illetve a nézőknek is említhetjük, hogy rengeteg színházi siker van a hátad mögött, illetve tanári pályán is mozogtál, illetve mozogsz a mai napig. Erről egy kicsit mesélj, hogy milyen sikereket értél el. Képzeld el, ez úgy jött, hogy... Annó gyerekkoromban két dolgot tudtam, vagy tanár leszek, vagy színész. Nos, igazából egyik se lettem, ugyanakkor meg mégis mindkettő. Mert hát taníthatok is, hála Istennek, egy alapítványi iskolában, ahol egyébként autista, illetve hiperaktív gyermekekkel is foglalkozom. Illetve hát jött a nagy színházi életem is, amikor felköltöztem Budapestre. Eredetileg egyébként móri születésű vagyok, tehát itt van Fehérvártól, nem messze Mór, meg hát Fehérvárt is nyilván jól ismerem. Szóval, amint bekerültem a Budapest Operett Színházba, mint segédrendező, onnantól kezdtek el olyan kapuk megnyílni számomra, amik hozták a színházi tapasztalást és a színházi munkákat. Tervek természetesen vannak bennem, hogy hova tovább, ugye hangzott a kérdés. Nyilván én már tudom, hogy abszolút rendező szeretnék lenni. És nem azért, mert mindenki azt mondja, hogy jaj, rendező, mert hogy az egy olyan kultikus valami. Nem, nekem ehhez van tehetségem. Én ezt már felismertem, föntről ezt a tehetséget kaptam, és ezt szeretném visszaadni, kamatoztatni. És nem azért akarok rendező lenni, mert egy kanapén ülve kávét kortyolgatva insulálhatok. Ez csak egy, hogy mondjam, egy laikus látszat. Nem erről van szó, sőt, az is egy nagyon komoly feladat, én azt gondolom, mondhatom azt talán, hogy a színház egyik legkomplexebb feladata. Illetve hát rendeztél már tulajdonképpen darabot. Igen, bontogattam szárnyimat már egyetemista koromban is, Sopronban, de az első komolyabb rendezés az Budapesten volt, egy István Király rockoperát rendeztem 2012-ben, és hát onnantól szépen sorba haladtunk. Úgyhogy a Pál utcai fiúk, a Ludas Matyi szabadtéri zenés játék. Hogyan készül fel egy rendező az ilyen darabok előtt? Megelőzi ezt egy felkészülő, előkészületi időszak, aztán azt követi egy rendelkező időszak, majd ugye egy bemutató időszak. Esetleg még egy utógondozott, ha már később kapcsolok a nevelőtthonos múltamra. Tehát nyilván egy előadást gondozni, ápolni kell, menedzselni kell, hogy az tovább fent tudjon maradni. Mi volt a kérdés? Tehát, hogy hogyan készülsz fel te pontosan? Hogyan egy ilyen rendezői fel? Feladatra? Egy-egy darab előtt, a gyerekekkel, a felnőttekkel, fiatal felnőttekkel? Általában fontos, hogy vagy én találjam meg az adott darabot, vagy pedig a darab talál meg engem. Ez egy közhelyének hangzik, de ez tényleg így van. Tehát azt is megtapasztaltam már az eddig színházi munkáim során, hogy amihez nincs közöm, vagy nem fog meg egy adott mű, vagy egy adott előadás, annak nem állok neki, mert abból nem született jó. Inkább azt rendezem meg, hála Istennek, nem véletlenül mondom, amire elhivatásom van. És akkor abból azért jó dolog tud megszületni. De hát azt ne felejtsük el, hogy ez egy csapatmunka. Volt már arra példa esetleg, hogy magadat beleírtad a darabba? Még nem, de tehát színpadon még nem jelentem meg így egy tekintetben. Beúrás már volt. Tehát olyan volt, hogy kiesett az egyik szereplőm, és akkor nekem kellett állni a helyére, hanem a saját gondolataimat, meg saját magamat úgymond a dramaturgia, meg az írás során fogom tudni belefogalmazni magamat, már amennyire bele kell. Na most nyilván Shakespeare-ben nem nyúlok bele. Maximum csak húzunk, sűrítünk, lényegre törően gondolkodunk. De mondjuk egy abszolút szabadírás, vagy mondjuk egy átdolgozásnál, mint például a Molnár Pál utcai, amit a szereplő gyerekekkel együtt írtunk, vagy pedig a Ludas Matyét, amit Kocsis itt a írónőtársammal együtt írtunk, azokban hát nyilván az egy jutalom dolog, az egy nagyon jó dolog. Ugye Fejér megyétől te most már azért eltávolodtál, lehet, hogy lélekben azért még egy darab itt van belőled, illetve... Hogy is fogalmazzam meg, milyen kapcsolatod maradt igazából tulajdonképpen a nevelőkkel? Van-e egyáltalán kapcsolat, amit még ápolsz a gyerekkorodról, a nevelő otthonból, nevelő otthonos múltból? Abszolút van. Hát nyilván kevesebbet tudok lejárni, vagy sőt, hát nagyon ritkán tudok lejárni, de egyszerűen mindig megdobban a szívem, amikor hallok, látok felőlük.
És hát például, amikor itt Fejér megyében rendeztem, és legutóbb ugye seregélyesen már 2 éve, akkor például mindig meg is hívok általában 100-120 gyereket, hogy nézzék meg az előadást. Mi a visszajelzés ilyenkor? Mit mondanak neked nevelők, gyerekek? Nem tudom, gyerekekkel bevallom őszintén nem tudok annyit beszélgetni, sajnos a nevelőkkel se. Deresné Tanárki Mária, aki ugye előttem is felszólal, ővele vagyok kapcsolatban, de nyilván a régi nevelőim is azért Facebookon, illetve bocsánat, tehát az egyéb közösségportálokon is adnak visszajelzést. Tehát általában pozitív visszajelzés jön, de ezt nem azért csinálom, hogy aztán neki álljanak hajbókolni előttem. Mindenféle álszerénység nélkül tudom ezt mondani, hanem pont abban hiszek, hogy ha csak egy-egy gondolati csírát mondjuk elültetünk, vagy a több száz gyerek közül, ha valaki, ha csak kettőt megérint az előadás, és valami elindul benne, és akár egy olyan életpályára terelődik, amiben tudja ezt az élményt, ezt a önmagam felülvizsgálatát használni, vagy önmegismerését használni, akkor én azt gondolom, hogy már győztünk és sikerült. Családtagjaid közül van-e olyan, akivel azért tartod a kapcsolatot? Édesanyámmal és testvéremmel természetesen, ők egyébként egy Komárom-Esztergom megyei kis faluban élnek, a Bakonyban. Gyönyörű hely. Nem volt benned egy olyan érzés, amikor ráléptél, hát mondhatjuk erre a színészi pályára, hogy szeretted volna nekik is bebizonyítani, hogy igen, én itt vagyok, és ez lett belőlem? Dehogyis nem. Ha mindenkiben van, persze. Bizonyítani akarunk magunknak és a világnak is. Hát egyértelmű. Vagy legalábbis számomra az. Nyilván ez egy doping, igen. Tehát, hogy édesanyám is lássa, majd így évek elteltével, hogy mi lett az ő fiából. Nyilván van bennem sikeréség, van bennem karriervágy. A titok az, vagy a nehézsége, hogy az, hogy kell tudni jól egészséges mederbe tartani. De hogyha az ember erre nem koncentrál rá különösen, szerintem ez megy. Ez habitus kérdése. Érzékeny pontként érint ez téged? A család? Nem, abszolút nem. Sőt, hát úgymond eljutottam már a megbocsátásra magamban, és nyilván feléjük is. Úgyhogy csupán a munkámból kifolyólag azért nagy ünnepekkor, meg időszakonként mindig hazajárok, és természetesen otthon vagyok, és főcsonkát eszünk, és tormát, és ha csak húsvétre gondolok. De ugyanez karácsony és az egyéb ünnepek. Tehát ritkán, de azért hazajárok. Kicsit menjünk bele a magánéletbe. Már amennyire szabad, és annyit árulj el, amennyi publikus van-e most jelenleg melletted valaki, aki társ számodra, aki partner és támaszt jelent? Most etéren párkapcsolatom nincsen, illetve hát mégis van, mert egy kedves lakotársnőmmel, illetve kolléganőmmel és az ő lányával élek együtt. Budapesten egy kertvárosban. Nemrég sikerült oda elköltözni, úgyhogy végre zöldövezet, madárcsiripelés, friss levegő, nyugalom, csend, úgyhogy most nagyon élvezem, ahol lakom. De amúgy úgymond szabad préda vagyok, tehát vagy én vadászok valakire, még nem tudom. Nem jelent neked nehézséget az színészként, tehát azért téged sokan ismernek, tehát a környezetedben rengeteg olyan ember van, aki már régebbről ismer, vagy most fog megismerni. Azért nem lehet ez olyan egyszerű, szerintem. Mondhatjuk, hogy közéleti személyiségnek számít az esetleg? Nem ilyen tudom téren igazából. Ismerkedni hogyan? Hogyan szabad? Hogyan lehet? Hát úgy, mint egy átlagos, normális ember. Szóval ez nem azon múlik, szerintem, hogy... tehát etéren a közismertségnek a fokán még nem tartok. Én azt gondolom, hogy most egy országos hírű valaki lennék. Van bennem karriervágy, van bennem sikeréség, nyilván ezt említettem, ugye. De most nem azért teszem a dolgom, hogy most, ha végigmegyek egy utcán, akkor most hányan néznek meg vajon. Tehát ilyenekre én nem törekszem. Olyan már volt, hogy egyébként egy tök idegen random városban lent voltunk, mert ugye annó a korábbi színházi munkáim során is azért ilyen országos turnék, sőt külföldi turné is volt, és akkor aztán Pécsen mentem be egy boltba,
és akkor megismertek, hogy maga az, a, aki abban a darabban ott épp nemrég játszott. Ezt, igen, köszönöm, látták, kezicsokrom, de jó. Tehát azért ezek jó érzéssel töltik el az embert. Persze, hát ezek ilyen ególegyezgető dolgok, meg hiúságlegyezgető dolgok. Tehát mondom, álszerint lenne az, aki azt mondja, hogy ő nem azért csinálja, mert dehogyis nem, mindent hát, azért van a deszkán. Amikor elismerést kap az ember, akkor nyilván azért nemhogy csak hiúságból, vagy ilyen dolgot érintve, de azért ez is doppingolja az embert, hogy igen, ezért érdemes csinálnom, amit csinálok, mert ezek szerint jól csinálom, amit csinálok. Igen, igen, igen. Ugye a színház az kimondottan egy közéleti munka, szakma, hivatás, de szerintem egy ugyanilyen sikerélménye lehet egy péknek is, meg egy cukrásznak, vagy egy hentesnek, hogyha megköszönik az ő termékét, hogy az finom, uh-huh. vagy milyen kedvesen szolgálták ki. Szóval én azt gondolom, hogy és akkor itt visszakanyarodunk, ugye visszakanyarodnék az említett önismereti kérdéskörre, amit az elején mondtam a gyermekekkel kapcsolatban. A sikerkulcs az ez, hogy meg kell találni önmagunkat, kik vagyunk, mi vagyunk, mik vagyunk, mit akarunk elérni. Ha ez már megvan, ha megvan a távoli cél, ha sikerül ezt kitűzni, és ha sikerül ehhez nyilván önmagunkban erőt találni, és külsős támogatottságot is, én azt gondolom, akkor az embernek értelme van, létértelme van szó szerint. Úgyhogy mindenkinek erre kellene törekednie. És ez mindegy, hogy milyen hivatás, vagy milyen szakma. És te erre vagy a legbüszkébb egyébként az életed során, hogy megtaláltad önmagad? Vagy van még olyan dolog, amit titkolsz előlünk? Kezdem megismerni a bennem lévő Tamáskát, de még nem mondom azt, hogy kész vagyok. Sose vagyok kész. Formálódom, mint egy gyurma. Egy amiben változunk, és az égi főnök ujjai formálnak engem. És hol a tenyerünkön hordoznak, hol pedig ugye azért a váldunkon, vállán hordoz minket, ugye a lábnyomokat Túrmezei Erzsébet verséből ismerhetjük. Szóval arra nem vagyok büszke, hogy én most lám elértem valamit, és jaj, de szuper vagyok. Én csak teszem a dolgom. Az viszont egy jó érzés, és az egy önbizalmat, illetve magabiztosságot ad, és egy csúnya szó talán, ön megelégedés, nem önelégültséget szerettem volna mondani, tehát egy magabiztosságot ad, ha az ember azt tudja, hogy ő ki és mi. Én mondom, kapizsgálom magam, de még nem vagyok kész. Azért ebben nagyon mélyen belementünk, ugye a te hát rendezői, színészi pályafutásodban. Van ezzel kapcsolatban olyan, ami nagyon mélyen érintett, illetve ami nagyon fölvitt téged? Tehát két olyan dologra volnék most kíváncsi, amitől nagyon fent voltál, illetve amitől nagyon lent. Van ilyen ebben a szakmában? Mi az, ami nagyon jó, és mi az, ami nagyon rossz lehet? Hogyne, ez folyamatos hullámvasút a színház. Az egy folyamatos izgalmi faktor, egy kalandfaktor, egy mélypontok, magasságok, tehát ott feszültségek, adrenalinok áramolnak, összefeszülések vannak, tehát ez nem egy nyugalmi helyzet, én nem is szeretem a nyugalmi dolgokat, se színházban, se magánéletben. Hát voltak természetesen mélypontjaim, bukásaim, de magaslatok is, és az csodálatos. Az csodálatos, amikor az ember azt megérzi, hogy úristen, ilyet is lehet. Kiemelsz egy ilyet? Esetleg elmondod nekem? Említett Pál utcai fiúk című előadásom az ilyen volt. Azt gondolom, ugye ezt amatőröket csináltam, és egy profi gárdával, viszont az több volt, mint egy amatőr előadás, és több volt, mint egy egyszerű hétvégi színházi előadás. Ott valami történt, ott sok ember energiája annyira jól összeadódott, és ott a helynek az energiája, meg az embereknek a belső elhivatása és együvé tartozás érzése, az ami olyan forrást, erőforrást hozott ott létre, hogy ott megnyíltak velettünk a tália papjai. Említetted, hogy ők ugye amatőr színészek. Hol válogatjátok őket össze? Ez projektfüggő, darabfüggő, tehát a Pál utcait azt itt Fejér megyében hirdettem még annó egy szereplőválogatást, és akkor 2,5 hónapig castingoltunk, és az egész Fejér megyéből mindenhonnan jöttek. És akkor Nemecsekből volt 12 jelöltem, lett belőle 2. Szóval így összeállt az a 24. Hogyan választottad őt ki például? A szereplőválogatás az mindig egy szubjektív dolog. Akárki akármit mond, hogy ezt lehet objektíven is csinálni, nem. Az mindig is egy szubjektív dolog, nyilván vannak szakmai ismérvek, tehát ahol azért megvizsgáljuk, hogy a gyerek mennyire tud járni, beszélni,
megnyilatkozni, koncentrálni, mennyire instrukcióérzékeny, mondjuk háromnál több instrukciót egyszerre meg tud-e jegyezni például. Aha, tehát ugye azért ezeket úgy megvizsgálja az ember, de hát azt látja az ember, hogy kiben mi rejtőzhet, hogy milyen szintű, és hogy hova juthat el. Ez nagyon fontos, tehát, hogy főleg a gyerekek esetében, tehát, hogy azért nem kész termékeket vettünk le a polcról a színház marketingében, hanem ugye olyan csenevész cserebogarakat, amik majd kinyílnak a végén, és elrepülnek. És ez a fejlődés útja, ebben főleg ez volt, ami izgalmas volt. De ezt csodálatosan mondtad egyébként. Én megköszönöm neked azt, hogy eljöttél, és a vendégem voltál. Én is mára. Köszönöm. Nagyon-nagyon örülök tényleg, hogy itt voltál, és remélem, hogy a nézőknek is nagyon tetszett a mai műsorunk. Én megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!